Nos, üdvözlet, ez a játék konkrétan a semmiből jött részemről, és így eléggé robbanásszerűen tört a Steam-es toplista élére, és ennek nem feltétlen mindenki örül, többen mondták, hogy ez AI által modellezett, vagy valami ilyesmi játék. Én legalábbis, amikor ezt a felvételt csinálom, én személy szerint nem találtam erre bizonyítékot. Legfeljebb egy kis plágium előfordulhat, bár elnézve a devek korábbi játékát, ez valószínűleg nem újdonság, meg az AI használata sem. De nem is ez a lényeg, engem egy dolog győzött meg, hogy próbáljam ki a játékot, az az úriember ott a sarokban. Illetve nem is ember, hanem valami szteroidozott Pikachu talán, nem tudom. Ha esetleg nem ismerek fel Pokémon dizájnokat, hát az az én saram, mert én nem nagyon vagyok oda, érte? De ahogy mondtam, ez az én problémám. Vágjunk is bele? Csináljunk egy új világot, egyetértek? A világ neve Palpagos Islands. Úgy, világ neve itt maradt szörökké. Difficulty normál. Ó, nehézség is van, nézzük, mi van itt. Ja, könnyebb harc. Nincsen büntetés, ha megölnek, az is nagyon jó. Jó, a nehézségi beállítás az alap, ugyanakkor... Mondjuk azt tetszik, hogy így be lehet állítani a nehézséget. Na de nézzük meg, hogy fog ez menni itt maradsz örökké szigetén, normál nehézségen. Kell egy karakternév. Hát remélem őt létre tudom hozni, Tumbagolog ideje egy kicsit visszatérjen. Aha, és akkor így lényegében van egy ilyen waifu kreátor? Az igen. Na, az már rákapocs. Oké, nézzük, mit tudunk ebből kihozni. Várj, ez Ark? Aha, kihagyom a lábnapot, igen, eddig jó. Mondd, hogy tudok egy bajszot csinálni, vagy rakni rá. Ez úgy olyan jó lenne. Nem, de lehet egy szívecskés szemem, ami a szemem miatt pont nem látszik. De így már, igen? Hú, nagyon jó. Ja, hogy a facetype az... Aha, nem mondod, hogy nem lehet simán bajszot? Hát ez egy kicsit csalódás. Ja, végül is létrehozhatok egy ősembert is, ha már Tumbagolog a neve. Ja, hogy ez a szemöldököm? A szakállam a szemöldököm. Nem tetszik ennek az implikációja. Mindenki szurkol nekem éppen. Yeah! Úgy, a lábnapot abszolút kihagyta. Torzó size, az, ez csak ennyi. Jó, azt hiszem kezdjük is el. Vágjunk bele. Ja, ezt nem lehet később módosítani, nem is terveztem. Ha csak nem nyitok ki egy bajuszt, akkor viszont... ez ismerős. De jó napot kívánok, hello! Meneküljetek! Fogalmatok sincs, miféle rémséget sodort partra a víz. The towers are the key. The tree holds the truth! Faágakat gyűjtünk, meg survival guide, meg build menü. Jó. Jó, mindjárt csak elsőnek. Szóval így nézek ki. Ó, és így. Ja, azt hittem, hogy tudok így karatézni, de nem. Tetszik, hogy a lábnapot azt abszolút kihagytam. Nekem nincs gyengeségem, csak egy nagy erősségem. És ez itt mi a csuda? Unlock fast travel. Let's go, hajrá! Gyors utazás. Expedíció túlélő. Te is túlélted azt, amit én? Szól, hogy a pálok, amik itt vannak, megették a többi túlélőt. Legyek óvatos. Néhány alapfelszerelés. Sima ügy. Várjál, faágakat még nem néztem meg, hogy mi a fene van. Gondolom ezek azok itt. Yep, abszolút ezek azok. Még pár faág is át is vittem a játékot. Furcsa, hogy így ide le vagyok dobva, de egyébként elmehetek erre is. De én egy parton kezdtem a játékot, szóval... Illetve az intro egy parton volt, szerintem ez egy jobb kiindulási pont lett volna, és akkor ide elsétálni. De oké, nem gond, nem gond. Megnézzük, ez itt micsoda. Pick up. Találtam egy nótot. Nagyszerű, jó. A tutorial meg maradhatott a sarokban, most nem igazán mozgat, meg a build is villoghat. Én most futok ezekkel a ropilábakkal, amikkel itt rendelkezem. Nem is úgy nézek ki, mintha izmos lenne, hanem inkább ilyen muszkli, amit körbevette egy több kiló zsír. Jó, szóval Survival Guide. Pals. Lényegében a Pokémonok otthon. Ja.
Szóval lehet craftolás, építés, fejlesztés, boss kill. Jó. Pal box, capturing, úristen, itt minden van. Jó, build menü. Primitive workbench. Ja, az ott az a hely, ott jó lesz. Hello, srácok, ez itt mostantól a bázis. Hogy futnak a szarosok, tudják jól, hogy mi vár rájuk. Oké, szóval workbench, és akkor így build. Szépen lekalapálom pár faákból. Wahoo! És... Select recipe... Ó, egy bunkó, kell egy bunkó, kész. Szépen összeszerelem egy faákból a bunkómat. Valami üvöltözik mögöttem, de az most nem érdekel. Szóval, nem az I az inventory, hanem a tab, igen. Annyira hozzászoktam ehhez. Vagy várj, nem craftoltam le? Ja, acquire, oké, most már jó. Nagyon jó. Meg itt van ez. Jó, kell a technology screen, és ki kell nyitnom a PAL boxot, vagy a PAL sphere-t. PAL sphere, az kell nekem. És ahhoz kell nekem paldium fragment, meg stone. Jó, mindjárt, mindjárt. Hello, csirke, nem sokára ott vagyok, és haverok leszünk, ha akarod, ha nem. Csak épp most köveket gyűjtök meg, tojás. Én azt lenyúltam, bizony. Meg bogyók. Ja, egyelőre standard túlélő élmény. Ja, tényleg, hát van statpontom, hát szóval hol is van, hol is? Ó, mi a franc? Lambal, és itt mutatja, hogy hol él. Meg van egy... Kativa, meg... Csikipi. Ó, lehet, hogy az kell nekem ott. Hello? Én csak egy bunkó vagyok, illetve bunkós vagyok. Nem hiszem, hogy ez egy jó bányász eszköz itt. Ja, és a pálboxot is inkább kinyitom meg. Lehet, hogy nem ártana... Tábortűz, mondjuk. Level up, fölkaptam egy fadarabot. Aha. Jó, egy javítóasztal nem ártana, mert úgy érzem, hogy nagyon hamar tönkre teszek dolgokat. Ó, itt van mamoreszt is. Nagy spanom. És van 111 pál. Az kom. Ja, hogy mikor építem, akkor ez valóságban annyi idő. Ó! Hát nekem sürgősen kellenek munkások, ez nem fog menni. Na, hogy ott egy jel 50 méterre tőlem van valami, azt úgy ahogyval leszartam. Lehet, hogy meg kéne nézni. De hát én ilyen vagyok, hogy néha abszolút figyelmen kívül hagyok mindent, majd panaszkodok, hogy nem értem, és ezt a bunkot... ezt a bunkot miért így tartod? Jó, akkor következő, megnézzük, hogy itt mi a helyzet. Hogy ez így mi a csoda. Hogy így hellóka. Fast travel. Ja, ja, hogy ez... Aha. Jó. Ez csak ennyi. Nem baj, nem baj. Nem baj, ha mutatja. Jó, jó, hogyha van, mert hogyha ide rakom a bázisomat, akkor legalább van egy jelem, hogy merre van a bázisom. A bázisom, ami jelenleg két asztalból áll. És itt meg wood. Hello. Inkább csak rohangálok és gyűjtögetek. Úgy van, ahogy mondod? Ó, mászok, oda néz. Bár tudok mászni tényleg. Jó, mekkora már. Ez mi a csoda? Ja, ez az ütés, csak folyton megszakítom, jó? Ó, várjunk csak, ha már ilyen nagy a karom. Ja, nyomva kell tartanom, ez ilyen automata, jó? Akkor, bum, 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 bum. A kezem törhetetlen. Nem mondod, hogy így kapok paldiumot. Na várjál, és a bunkóval. Na, azzal is, jó, oké. Annyi biztos, hogy a két karom olyan, mint a csákány. Most, hogy itt vagyunk, ideje építeni egy palboxot. Csak úgy lerakom ide. Jó lesz ez így, egy hellóka. Majd építek egy faházat valahova. Egyelőre jó ez így. És akkor palbox management, ami teljesen üres, de ez nem baj. Base update, vagy upgrade pontosabban. Kell egy láda, meg kell egy pál a bázisra. És fast travel. Ah! Ja, hogy itt az ikon, jó, akkor azóta nem szükséges, de nem baj, nem baj. Viszont lassan hasamra süt a hold, úgyhogy nem ártana valamit csinálnom végre. Select recipe, pulsefer. Úgy. Csak úgy összeszedünk egy gömböt, vagy összerakunk egy gömböt, és keresünk valami szerencsétlent. Már mi? Ja, hogy mindig föl kell vennem. Ah, mindig elfelejtem. És ott van a kezemben az a csoda. Kérlek, hozz vissza. Ugye nem vesztegettem. Oh, de úgy néz ki, elvesztegettem. Én csak meg akartam nézni, hogy néz ki. Nem akartam eldobni. Oké. És
Persze, hogy kell fa. Mennyire elkeseredetnek kell lenni ahhoz, hogy te ököllel üss egy fát amúgy. És kezdek éhes lenni. Szóval... Aha, így van ez. Nagyon jó, ettem random bogyókat, szóval ez vagy megöl engem, vagy csak hasmenést okoz, vagy mindkettő. És téged hogy kaplak el? Tehát meg kéne ezt ütnöm. Akarom én azt? Hát nem tudom, gyere. Ó, erősebbek vagytok, mint gondoltam. Az én öklömet még ilyen nem élte túl. Nem baj, bunyózunk. Hú, de kapja. És így, mikor tudom elkapni őt? Ez így jó? Vagy így... Ó! Elkaptam, jó! Mindjárt eljössz, várjál. Ő nagyon akarja a vért, úgy néz ki. Mert elkaptam a haverját, ne haragudj. Éppen éjszaka van, úgyhogy mindjárt lefutok egy szakadékba és belepusztulok, ahogy illik. Te miért rohansz bele? Minek jössz ide? Hagyjál engem bányászni. Éppen ököllel ütöm a kristályokat itt, jó? Ó, megidéztem, oda néz. Csibb meg! Szép. Hogyan hívom vissza? Ajaj, meg fogja ölni őt. Vagy egymást. Így is jó. Tudod mit? Te egy igazi áruló vagy, kedvellek. Kezd nagyon sötét lenni. Hogy hívlak vissza? Bizony, jó. Ja, legközelebb egy kicsit gyorsabb leszek. Apropó gyorsaság, kéne aludni, mert kettőig nem látok. Aha, és a staminát nem ártana upgrade-elni, mert hát hamar kifáradok. Mondjuk ilyen lábakkal csoda, hogy egyáltalán elbírom magamat. Épp jókor, mert elkezdtem fázni. Akkor palbox, léci. És akkor te így a bázis része vagy. Aha, valóban éppen alszol, jó. Nem mondtam, hogy aludjál, de oké. Azért ilyen szabadságokat megengedsz magadnak rögtön az első napodon? Nem állunk jól. A pálok ágy nélkül stresszesek lesznek. Mi az, hogy ágy nélkül? Itt voltatok a vadonban 3000 évig, azt most, hogy háziasítva vagytok, már azonnal hisztisztek, jó? Úgy néz ki, jön egy látogató a bázisodhoz. Igen? Ki hívta ide? Mert én nem. Requires kindling. Ez egy Dark Souls utalás esetleg? Ide. Mit szólsz? Költözöl ide a tábortűzhez. Mit meg nem teszek, érted? Megöletem a legjobb haverodat. Aztán építek neked egy ágyat. Lehet, hogy fázok. De a táncmozdulataim igazán forrók. Ja, ez is egy táncmozdulat, amit itt csinálok. Ó, végre reggeledik, hihetetlen. Ütöm a fákat meg ezt a követ már, hogy 10 perce. Na jó reggelt, felébredtél? Lift. Jó, úristen! Milyen erős vagyok. És akkor el tudom dobni? Miért? Aha. Mi az, hogy work assign? Mi? Várjál, tényleg? És ha ide dobom? Can't be assigned. Miért nem? Mert nem tudsz bányászni, van csőröd, ütögesd. Nem baj. Gyere ide, jól van? Jó csirke? Még haszontalan vagy, de jó csirke. És megetetlek valamivel, mit szólsz? Hát finoman szólva furcsán néz ki az animáció, mert gyorsabban mozgok, mint hogy az animáció mozog. Szóval egy kicsit korcsolyázok a földön, de nem baj. Ja, hogy ez a bázis határ? Ó, oké. Furcsáltam, hogy mondom, mi ez a kék izé itt. De nem a fa furcsa, hanem a bázisom. Mert hajlandó voltam én ezt ide letenni. Kicsit elpakoltam az útból, hogy ha netántán építek valami furcsa házat, akkor ne legyen semmi se az útba. És könnyen lehet, hogy ennek megiszom a levét nagyon gyorsan, de nem mintha nagyon mozgatna jelenleg, úgy de szépen néz ki ott. Hát itt mi történt? Na hello, bárány, akarsz bunyózni? Gyere ide! Úgyhogy pánikolj! Úgy, de elgurultál, mi történtem? Vagy valami hasznos harcban? De nem baj! Kapsz egy jobbos balost. Hé, ne bántsd! Úgyhogy megvan! Yahoo! Azért köszi az asszisztot, tényleg. Oké, megvan a lamball. Igazán nagy luxust adok nekik, hogy meleg meg ágy. Te ne ugrabugrálj, tudsz segíteni? Nem? Semmi? Nem, mert inkább alszol. Aludj máshol, jó? Köszi. Mi? Nem? Á, hogy a bázisomon jelenleg csak egy pár lehet, mert hogy építenem kéne tovább és fejleszteni meg ilyesmi.
Jó, nem gond. Mit is kell csinálnom? Ugye egy dobozt kéne építenem, vagy mi? És akkor ez a fa alap, amit lerakhatok, ugye? Ja. Nagyon jó, és ezt így mellé. Meg. Ezt is így mellé, és így nagyon jó. Már van egy alapunk, csak ez miért van így, és az a kettő miért van úgy? Á, mert hogy elforgattam véletlenül, aha. Jó, akkor ez a kőit útban van, ez most szépen. Amúgy is kell kő, akkor már miért ne? Na hello, bárány, mi a helyzet? Lambal, hova rohansz? Harvesting? Harvesting mit? Bogyók? Ó! Csak úgy? Már hasznosabb vagy, mint a másik, aki csak itt kóvályog. Gyere ide, megsimogatlak. De bolyhos vagyol. Hihetetlen. Jó, remélem örülsz. És ez a fluffy shield, ez mit csinál? Ja, hogy... nem tudom éppen, mit csinálok vele. De olyan, mint a túszölejteném éppen. Te most miért sírsz? Csak azért, mert képes vagyok félkézzel felemelni téged. És így, hello. Szeretnéd törzs vendég lenni a Taigetoszon? Na és akkor építettem szépen egy fakockát ide. Nagyon elegánsan néz ki. Nagyon egyenletes tetőszerkezettel, véletlenül sem zavar. És akkor tudom upgrade-elni a bázist. Yay! Na hát gyűjtöget! Eszem megáll, te mert nem csinálsz ilyesmit? Te miben vagy jó egyáltalán? Nem? Hogy is volt ez? Tehát, hogy kiválasztom őt, így kijelölöm. Detail és gathering farming, oké. Okay. Mert a másik meg handiwork transport meg farming. Akkor lehet, hogy te azért vagy ilyen jó, mert pont azok vannak itt a közelben, amiben te jó vagy. Van ez így, viszont ez a pálbox, ez nagyon nem jó helyen van itt. Úgyhogy, ja, ez lehet, hogy fájni fog nagyon. Ez nem tudom mi volt, én most félek éppen, segítség. Mondjuk... Kicsit így kényelmesebb helyen legyen ne ott. És nem építhetem be a házba. Érdekes, azt hittem, hogy legalább az megvan, de... És éhes vagyok, nagyszerű. Ja, hát akkor süssünk tojást meg húst, ami igazából csak sült bogyó. És ha már sült bogyó, kezdünk kifogyni a bogyókból, szóval... Azt hiszem, kárhozat vár ránk, hogyha nem sietek. Én hülye meg eddig ököllel ütöttem a fát, és teljesen elfelejtettem, hogy tudok baltát csinálni. Oh, hello, kösz! Ott viszket, jól nyomod? Úgyhogy szépen elültetjük. Legalábbis amennyire tudom. És meg is locsolom. De úgy érzem, hogy erre lehetne más is. Te így nem? Can't be assigned, te aztán hasznos vagy. Na jó, erre kell valami más. Gyere csak ide! Úgyhogy... Miután adtam neked egy kis agyrázkódást, elfogtalak. És mostantól engem szolgálsz. Wahú! És akkor szépen megépítem az ágyamat. Mondjuk ide ez így jó lesz. Lambal, segíts! Úgy. Úgy. Szép volt, köszönöm szépen. Lambal, hello. Meló van, gyere csak. Nagyon jó. És ha segítek? Á, értem. Akkor tényleg jelentősen gyorsabb, tudod, mint akkor még segítek egy kicsit. Aztán magadra leszel utalva, de a szenétét miért van 80%-on? Mi történt? Mi kísért téged éppen? Megsimogatlak, mit szólsz? És akkor most itt van ez a Cattiva. Minor injury, hát valóban egy kicsit kapott némi agyalás, de ahogy látom, már munkába fogott azzal, hogy elkezdte ütni ezt a követ itt. Hát nézzétek meg, Zizza! Hogy üti a követ a kezével. Hihetetlen, eszem megáll. Nagyon jó, alakul. Te meg szállítod a köveket bele a ládába? Á, hogy akkor a ládát célszerű lenne kívülre helyezni, értem. Jó, jó, megoldom én ezt, megoldom. Azt hittem ez a láda konkrétan a személyes tárgyaimnak van, nem úgy mindennek, de jó, nem baj az. Jó ez így. És még segít mindkettő építeni, úgyhogy egymásba olvadnak. Fantasztikus. Köszike. Most már csak kertészkedni kifog, mert ezt így hagytam, azt hittem, hogy a macska majd segít. Locsolok addig, amíg ti gyűjtögettek. A csirke meg csak eszik, úgyhogy eléggé hasznos ő is, azt hiszem. Hát ti nagyon jók vagytok. Úgyhogy szállítsad? Nagyon jó. Én hiszek bennetek, srácok. Azt hiszem, kezd összeállni így a játék, hogy mi akar lenni ez egész pontosan. Lényegében ez egy gyarmat szimulátor. Aha, a sanity csökken, mert túl sokat dolgoznak. Hát, hogy mondjam, csökkenhet a sanity-d. Ugyanakkor nem én mondtam, hogy
hogy gyere ide, és csináld, hanem automatikusan elkezdted. Ez nem hiba, ez csak feltűnt. Igazából csináld csak, eszedbe ne jusson abba hagyni. Te jó ég, csinálsz valamit? Hát, valamit kiadsz a csőröddel biztos. Vagy te kalapálsz, ja, jó? Azt hittem, te kalapálod itt a bogyókat. De harvesting, eszem megáll, hát csinál valamit. Végre hasznos vagy. Hihetetlenen, ugrálom kell örömömben, ez hihetetlen. Te is szépen építesz, nem is segítek igazából, szerintem boldogulsz. Nagyon jó vagy, hihetetlen, tényleg. Jó, hát akkor kell nekünk még egy szarház ide. Tud valaki főzni? Nem? Jó, menjetek csak, megoldom én, mint minden mást. Ja, hogy ide magatoknak viszitek a kaját, az jó, az hasznos. Oké, erre kell valami. Ki kertészkedik? Hadlám, sürgősen kell nekem egy kertész. Hú, az ott mi? Kremész? Nagyon elegánsan nézel ki, ezért megverlek. Na, sikerült a 64%? 78? Ez nem fog össze... 90? Jó, hát elfogtam egy cuki állatot megint. Alig várom, hogy munkára fogjam. A level 38, ez nem úgy néz ki, mint akit tudnék így bántani. Mennyire agressz? Nagyon agresszívnak tűnik. Megpróbálom lenyűgözni a csodás táncommal. Nem? És így, hogyha a levegőbe ülök? Jó, azt hiszem békét teremtettünk. Hát annyi biztos, hogy ehhez csapatmunka kell. Jó tornázást. Az ott mi, az kell? Gumos. De azt tetszik, hogy ezek a pál gömbök, ezek így random el vannak szorva. Megsporol néhány oda-vissza rohangálást, ugyanis... Te mi a fene vagy itt? Gyere ide! Ugye kertész vagy? Mondd, hogy kertész vagy! A franc egyen meg, állj már meg! Úgy, hogy... Nem ellenáll! Nekem dolgozik! Úgy, hogy... Amúgy kegyetlen vagyok, mondjuk a Pokémon is kegyetlen volt szerintem. Illetve most is az. És amúgy tudok így... gyors utazni ide így? Nem. Jó, várjunk csak! Ja, hogy ott volt egy izé... hogy ott szaladtam el mellette, akkor ezt gyorsan aktiválom. Most ezt a kitérőt ezt én itt megcsinálom. És megidézem őt! Fantasztikus. Gyere ide, megsimogatlak. Hellóka. Nagyon jó. Ahogy mondod, egyetértek. És az ott mi? Fox Parks. Aha, level 6-os, ott egy 3-as. Mennyi vagyok én? 5. Szerintem ezt le tudjuk verni. Gyere ide. Hova menekülsz, Firefox? Gyere vissza. Uga buga. 29? Ez nem jó. Megpróbáljuk. Nem jó. És most? Mi történik? Léci. Igen? Nem jó. Ho! Kremis can't fight anymore. Ő már nem bírja tovább. Kész, vége. Úgy, eredetileg csak ezért rohantam ide. Jaj, na végre, úristen, kertészkedsz. Ezt nem tudom, hogy csinálod és miért csinálod, de... Tudod mit? Csináld csak legyen eredménye, én azt mondom. És kéne egy külön locsoló? Jaj, ne. Nem baj, legalább jobb, mint az ültetés. Jó, ezt most elkezdem locsolni. Vagy nem, keresnem kell még valakit, automatizálni kell itt a rendszert. Az upgrade-hez kell egy Pal Gear Workbench, aha, meg egy Statue of Power. Nagyon hatalmasnak hangzik ez. Maradjak távol attól a toronytól, amíg nem vagyok erősebb, a Rain szindikátus irányítja azt a helyet. Az a torony ott? Úgy legyen, benne vagyok. Az ott mi? Ja, ez egy piros láda, jó? Mondjuk biztos gonosz. Needs copper key, aha, biztos, hogy gonosz. Mind tudjuk, hogy ami piros és világít, az gonosz. Na és akkor itt kezdődött minden, ha jól látom. Oké, itt egy barlang is. Biztosan nem lesz probléma belőle, hogy én ide beszaladok. Enter dungeon. Boss 13-as, nem most akkor, nem, oké. De messze van még, inkább oda gyors utazok köz. Úgy, totál megérte. Hogy mi? Ajaj. Gyorsan megépítjük, azt riadót fújok itt. Most éppen támadnak. Hello,
Kik vagytok, mik vagytok? Húzzatok innen! Hes! Hes! Úgy-úgy! Sajnálom, de én készültem rátok. És elragdoloztak innen, mint valami Killer Bean figurák. Szép volt, srácok, és most mit csinálunk a testükkel? Hát jó, egyelőre itt hagyom őket figyelmeztetésképpen, és... ez kellemes volt hallgatni. Szépen alád rakom ezt a csapdát, mit szólsz? Hát mi van veled? Itt a következő az én problémám, ugyebár a Q-val előkapja ezt, és ha elengedem a Q-t, akkor automatikusan eldobja. Szerintem egy kattintás kéne az, hogy eldobja, és legyen mondjuk a Q a célzás, nekem mindegy. Mert itt a jobb egér gomba mégsem. És akkor elteszi. És elég sokszor van az, hogy elfelejtem, és... ja, ez mire hozzászokok, az egy idő lesz. Na de, lambal támadj, vagy akármit is csinálsz, kidobtalak ide. És akkor megépítem ide ezt a furry szobrot, úgy néz ki, és... emlékeztetek mindenkit, hogy miért dolgoznak. Lambal, kérlek segíts, ez sokáig tart. Na, tudod mit? Gyere, úgy-úgy. És ha ketten csináljuk, ketten csináljuk, nagyszerű. Itt nagyon hamar ilyen sweatshop lesz, úgy érzem. Kösz! Na, húzz vissza dolgozni. Úgy szintet léptél, nagyon jó. És ez nem ad semmilyen meleget, szóval ez így ennyi. Nem baj, igazából fényért csinálom, semmi másért. Aludjatok jól, minden okés? Nem zavarok? Remélem. Amúgy, miféle kanna ez? Milyen nagy nyomású locsoló ez itt nálam? Hogy jön ki így a víz? Hogy csinálom én ezt? Lambal, hm? Tényleg, hogy ezeket el tudom nevezni? Ja, el tudom őket nevezni, úgyhogy kremis, nem tudom, krémes. Biztos jó lesz ez így. Ez meg gumosz. Legyen a neve Makkos Paca. Tökéletes névez, illik rá. És akkor itt van Sunyi, mert nem tudom, az jutott elsőnek eszembe. Meg is van az élmunkásunk. Úgy. Jó, és akkor szépen mindenkinek adtam valami nevet. Nézzük. Upgrade, yeah. Build Crusher, Logging Site, meg Build Stone Pit. Wow. És itt tudom magamat fejleszteni egy picit. Meg a pálokat, amik nálam vannak. Az se rossz. Aha, hogy romlik itt a kaja, mert visszaszámolt és eltűnt egy kenyér. Jó. Ez... igen, tudom, hogy ez egy túlélő játék, de ez egy mechanika, amit minden túlélő játékban gyűlölök. Lusta szarházét, te tudsz hűtőt építeni? Vagy erre se vagy jó? Jaj, ne, hát... a Sunyival mi történt? Miért nem hajlandó dolgozni, mi történt? Hol vagy? Hol vagy, Sunyi? Ott vagy. Na várjál, előkapom szépen a nevelői eszközömet. Te állj már le! Haló? Állj meg! Úgy-úgy. Szóval, mi van? Miért vagyunk idegesek? Hm? Mondjad. Menjél dolgozni. Jó-jó, megsimogatlak, na. Aztán egy kicsit pihenjél, de... de ne sokáig. Haladnom kell a korral konkrétan? Aha, úgy néz ki, mert itt van rakétavető. Fantasztikus, jó, oké, azt hiszem. Kezdem látni, hogy miért népszerű ez a játék, bár nagyon sokáig tart, míg eljutok oda. És ugye ez a probléma részemről a túlélő játékokkal, hogyha felvételt próbálok készíteni belőlük, hogy így... én már itt vagyok, több mint 2 órája. Jó, nem sokat haladtam ezzel a 2 óra alatt, mert főleg szarakodtam, de csak hogy így egy kicsit nehéz erről jó felvételt csinálni rövid időn belül, úgyhogy... ja, én még itt szarakodok, meg megint locsolok. Ugye egy csomó ilyesmit ki kell vágnom, mert ez egyáltalán nem valami érdekes. De legalább a mamut megalázott, úgyhogy ez a locsolókannából, ami kijön, ez igazából a könnyem. És ruha, hihetetlen. Van rajtam ruha. De ideje megkóstolni ezt a szarházit. Gyere ide! Úgy, hogy... áú! Oké, azonnal vitte a pajzsomat, és nem igazán damage-elek rá. No! Oké. Ezt nyerted. Tehát mikor valami nagyobb szintű, mint én, kétszer annyi, azt ő komolyan gondolja... oh. Egyszerűen nem úgy értettem, ez csak egy vicc volt, fogadást vesztettem, meg ilyesmi. Meg lesz ez bosszulva. Te valami növényes pali vagy, úgyhogy biztos jó vagy nekem a kertembe. Ja, de várjál, hát tudok dodzsolni, hát ez teljesen kimaradt. Úristen, az egy vizes. Léci, állj meg. Kell valaki a kertbe, gyere vissza. Nem tudom, mi ez a jégeső, ami itt van. Ne!
Na most gyere ide, elég volt belőled? Ugye tudod, hogy nem akartam megölni? Azzal tisztában vagy? Hogy hess innen. Jó, hogy tudsz úszni, egyébként ez nagyon szomorú lett volna, hanem. Azért nem akarlak bántani. Csak bedobtalak a vízbe úgy tanításképpen, azt hiszem. Remek, most keresetek meg még egy pingvint. Ó, és ott egy NPC, helyes? Ezt gyorsan felveszem. Úgy, mert itt van a Church of Marika. Azt tisztáztuk, hogy te tudsz úszni, de én. Úgy néz ki, tudok, helyes. Mondjuk ez staminába kerül, szóval gondolom, ha elfogy, akkor nekem annyi. Na, talán most. Igen. Nagyon jó. És? Jó! Na végre. Hát, ja, én is ilyen hangot adok ki, amikor 50 óra ébrenlét után lefekszem aludni, mert amióta megépítettem ezt az ágyat, nem aludtam egyszer se. Itt van Mozilla, nagyon eredeti neve van, és ő főz itt, úgyhogy, illetve sütöget. Úgyhogy legalább ezt is tudom automatizálni, most már csak locsoló kéne, de nagyon. Úgyhogy építsed a fát. Úgy kell azt. Most már csak egy favágó kéne. Ez lényegében örök fa. Meg itt van örök kő. Örök kő. Örök kő. Bocsánat, szóval le kéne raknom ezt a kőbányát. Tetszik, hogy igazából bárhova rakhatom. Jó lesz itt a hegyoldalban, legalább értelme legyen az elhelyezésének. És már megy is a bányába. Na most a következő a probléma. Nagyon sok idő kell, mire történik valami értelmeges, ami úgy felvételre érdemes részemről, úgy értem. Úgyhogy én itt most egy kicsit tökölök, aztán néhány óra múlva itt visszatérek, hogy mégis hogy alakulok, mert itt ki kéne építeni valami rendes dolgot, amire az ember büszke lehet, meg főleg ők, a munkásaim, mármint a barátaim, igen. Hello, hát te hol mész? Ja, szállítasz, jó, csak nyugodtan. Úgyhogy azt hiszem, mindjárt itt vagyok. Na és most itt tartunk éppen, egy kicsit lejjebb költöztem, egy szinttel lejjebb pontosabban, mert itt több a nyersanyag, meg paldiumot könnyebben tudok megszerezni, nem kell lemásznom a hegyről. És ahogy látjátok, hát vagyunk páran, még nem tökéletes, mert kéne egy épület, mondjuk kéne egy raktár, meg kéne egy hely csak a kraftoló cuccoknak. De egyébként, ja, meg vagyunk itt, vagyunk tényleg páran, egy hadsereget építünk itt. Elfoglaljuk az egész szigetet, ugye, Frigo? Helyes, helyes. Úgyhogy megy itt a kőbányászat, a fabányászat, mert ez lényegében az. Még van itt egy kapusznis dinó is, aki folyamatosan reppel. Megszállítgat, de legalább el van. Ahogy úgy, konkrétan mindenki el van, nagyon jól. Kivéve ő, valamiért ő mindig csak repked össze-vissza, meg neki repül a falnak. De nem baj, itt van, tyurutyuló. Vele egy el lehet menni könnyen A-ból B-be. Meg harcolni rajta, ha kell, bár... Jobb, hogyha nem vagy rajta. Meg... Ja, itt van a fal, egy kicsit csáléra áll, így össze-vissza tényleg, és még nincsen kész, de alakul. Ahogy a ház maga is, hát készülőben van, még nincs meg minden cucc, ami kéne, szóval egyelőre ennyi. De van itt jacuzziuk is, meg tudnak itt aludni, ha akarnak. Úgyhogy igazából mindenük megvan, ami kell. Mozilla az folyamatosan gyertyát gyújt, vagy fáklyát pontosabban, mert kell a fény. Mert éjszaka ez a játék valami iszonyatosan sötét, de valami irritálóan egyébként. De hogy mi a helyzet egész pontosan, az a helyzet, hogy... Hogy most itt van Mikolás, mert kifogytam a nevekből, úgyhogy Bloodborne neveket használtam. Akinek adtam egy SMG-t. Mert miért ne? Biztos jó. Úgyhogy megkérhetem, hogy ugorjon a fejemre, és így... Fantasztikus, csodálatos. Miért van nála egy SMG? Vagy itt van Hippy Monke. És megkérhetem, hogy igazából kövessen el egy ilyen no Russian szenáriót, hogy... Ez tök jó, hogy így lövöldözik, de... Nem képes semmit se eltalálni. Szóval ennek nem tudom, mi értelme van. Ahogy szárnya CBT-t se értem, hogy mi van, mert... Ez az izé, ez folyton nekirepül a falnak, és nem csinál semmit, úgyhogy szerintem őt lecserélem. Nem baj, jó lesz a bagoly. És azt hiszem, itt az ideje megnézni azt a szindikátus tornyot végre, így ennyi idő után. Ja igen, találtam még egy helyet, ahol... Hát ez lényegében egy település. Hogy így elsétálok így a... Érdekesen kinéző... Tiszt mellett. Hogy itt lehet pálokat venni, meg eladni.
Nézzétek meg ezt az összeállítást, hogy üzemanyag kanna, kartondoboz, hordó, ami picit beleklippel a falba, pali gömbök, könyves polc, egy ágy, amiről lelóg folyton a lábad, még több doboz, meg hűtő, meg üres palackok, és egy kicseszett giotin. Miért? Ha eladom a pálokat, ezt csinálod velük, vagy mi? Megtaláltam még egy kereskedőt, aki nem minden mást lehet venni, úgyhogy, ja, alakulunk szépen lassan. Na de ideje tényleg megnézni a szindikátust, hogy mi a hézag velük. Join boss battle? 10 perc time limit. Jó. Hadd szóljon. Nem tudom, most se lehet először, úgyhogy... Ó, oh, mi? Hellóka. Ez kiabálnat. Ajaj. Oké, okay, ha te mondod. Ha. Hogyá! És hogy eldobja? Hihetetlen. Csak nem! Zoe és Grisbolt. Mi ez a Borderlands képernyő? Csirke! Mennyi HP-d van? Na jó van, gyere ide, agyonverlek. Ogyogy. Nincs esélyed. Na gyerünk, gizsgudja. Gyurugyuló. Ajaj, ki vagyok. Ajaj, ajaj. Mellé. Azt hiszem, remélem. Te mit akarsz tőlem? Menj már innen. Au, au, au. Miért álltam meg amúgy? Ki vagyok én? Ugorj a fejemre, kérlek. Ogyogy. Na most aztán. Hát ez nem volt valami nagy damage, de legalább valami, azt hiszem. Nem viccelt a játék, amikor azt mondta, hogy készüljek fel rendesen, mert erre nem vagyok felkészülve egyáltalán. Miből van az a csaj a hátán? Ajaj, de ijesztő, amikor így jön felém. Kérlek, menj innen, nem úgy gondoltam. Ne, őt hagyd békén! Ah, rohadt életbe. Hihi, ne röhögjél! Ja, nem hoztam magammal elég pált ehhez. Főleg nem a csirkét nem kellett volna. Szétrúgták a segét alaposan. Anyádat, a armor is damage, aj, de jó! Weapon is damage, jaj, de jó! Fú, fantasztikus! Aki kitalálta, hogy legyen durability egy játékban, valamelyik barom ezt így kitalálta annak idején, és azóta rengeteg helyen ott van teljesen feleslegesen. Szóval, aki ezt kitalálta, az remélem a párna hideg oldalát sose találja meg. Én majdnem 200 nyillal jöttem ide. Szóval, ha nem is ment volna tönkre a fegyverem, akkor elfogyott volna a nyilvesszőm. Ja, de akkor mégis hogy kéne ide jönnöm? Tehát mi az ideális felkészülés, amikor már rakétavetővel jövök? Mert oké, megteszem majd idővel. Á, nem, ez... Nem. Egyrészt több pállal kellett volna ide jönnöm, de még akkor sem sikerült volna. De! Jó próbálkozás volt, de ehhez jobban fel kell készülnöm. Ezt jó tudni, hogy ez ilyen tankos rohadék. Majd ide jövök egy ilyen maximális szinten, aztán majd megkapja magáét ez a nyomorék. Majd szépen helyreállok ebből a vereségből, aztán visszakapja idővel. Szóval összesítve nagyon jól el lehet lenni ezzel a játékkal, bár nem igazán értem, hogy miért ennyire népszerű. Közel sem olyan világ megváltó. De egyébként szórakoztató, ezt így nem tudom tagadni. Na de ők szépen gyártanak mindent. Én pedig megyek és kínzom magam valami mással. Na csáó!